A múlt hétvégén a Bácsföldvári Vojvodina futballklub pályáján rendezték meg a második Davor Szabó emléktornát, a 2 éve súlyos betegségben elhunyt fiatal játékos emlékére. A 2 napos tornán 19 vajdasági futballklub 25 csapata gyűlt össze, akik 3 korosztályban. A 2011, 2013 és 2016-osok és annál fiatalabbak korosztályában mérkőztek meg egymással. Idén a tornán sokkal több csapat és futballklub vett részt, mint tavaly, tehát növekvő tendenciát mutat ez a rendezvény, aminek mi rendkívül örülünk. Olyan is volt, hogy sok csapat lemondta a szereplést, mert sok játékosuk nyaraláson van, vagy elutazott a szabadság alatt, így nem tudták összehozni a csapatot, de úgy beszéltük meg, hogy jövőre majd összehangoljuk az eseményeket, és időben szólunk a torna időpontjáról. Mi nagyon elégedettek vagyunk a csapatok részvételével. Vannak csapataink Hajdújárásról, Békováról, Nádaljáról, Szent Tamásról, Törökbecséről. Úgyhogy ez valahol a mi régiónk is, azaz a Szabadkai Liga. Azokkal a játékosokkal, akik ebben a ligában játszanak. Óbecse község a tavalyi évhez hasonlóan 50 ezer dinárral támogatta a tornát. Szeretném még egyszer megdicsérni a szervezőket, akiknek idén sikerült több mint 400, majdnem 450 résztvevőt idehozni Bácsföldvárra. Tehát a rendezvény növekvő tendenciát mutat a tavalyi évhez viszonyítva. Szeretném kijelenteni, hogy Óbecse község a továbbiakban is támogatni fogja ezt az eseményt, annak érdekében, hogy a jövőben is növekvő tendenciát mutasson ez a torna még több résztvevővel. A gyerekek itt barátkoznak, népszerűsítik a sportot, a rekreációt és az egészséges életmódot. Az ifjúsági iroda pedig szívesen támogatja a tornát, mint más olyan rendezvényeket, amelyek az egészséges életmódot, a csapatmunkát és a sport szellemet népszerűsítik a fiatalok körében. A torna arra szolgál, hogy a fiatalok itt gyülekezzenek és kikapcsolódjanak a baráti versenyeken, és tartós kapcsolatokat alakítsanak ki a sporton keresztül. Ez az esemény lehetőséget biztosít a mozgásra, sportra, szórakozásra, és emellett a kommunikációs készség és az együttműködés fejlesztésére is. A tornán több mint 400 gyerek vett részt, a szervezők a tornát jövőre még tömegesebbre tervezik.